Lőce Tibor igazgató, a Domovári Tolna megyei szakképzési centrum, Apáczai Csere János technikuma nevében köszöntötte mindazokat, akik résztvevői lesznek a hamarosan induló diabetológiai szakápoló és edukátor képzésüknek. Az intézmény és a Szent Lukács Kórház együttműködésében indulhat el a 18 hónapos oktatás, mondta el a Tolna megyei szakképzési centrum kancellára. Azt gondolom, hogy ez egy picit még bővebb is annál, mint hogy kórház és szakképzési centrum, mert egy térségigényre tudtunk olyan választ, reményeink szerint tudunk, inkább így fogalmazok, egy olyan választ adni, ami munkaerőpiac igényként jelentkezik. És ez az együttműködés, ez most jelen pillanatban direktben a kórházzal köttetett meg, de nem csak a kórház dolgozói kerültek bele, hanem a térségben dolgozó egyéb egészségügyi intézményeknek a kollégái is képzésbe kerülnek, vagy egy részük legalábbis ezzel a diabetológiai szakápoló képzéssel. 26-an vannak a képzésben jelen pillanatban. A képzés az mintegy 18 hónapon keresztül fog folyni, ami nagyon fontos, hogy helyi vállalkozók, a helyi kórház emberei, a helyi kórház dolgozói, azok, akik itt a képzést magát a oktatói oldalon is végzik, hiszen nagyon speciális szakterületről beszélünk. Ez egy teljesen munka mellett zajló képzés, és ennek ez a specialitása, és ezek a nagyon izgalmas dolgok ebben, hogy meg lehet azt is szervezni, természetesen nagyon komolyan is együtt gondolkodva, együttműködve a kórházzal, hogy munka mellett tudjuk a képzést szervezni, tehát ne sérüljön közben a betegellátás, mert az elsődleges. És mint kiderült, erre komoly igény jelentkezik erre a képzésre. A másik kérdést tekintve pedig, hogy volt-e együttműködésünk korábban, nem kifejezetten a kórházzal, szociális területen dolgoztunk, demencia gondozói képzésben dolgoztunk, ami hasonlóan nagyon fontos terület. Az együttműködés résztvevőit köszöntötte a kórház főigazgatója is, aki kiemelte, hogy a most induló képzés hiánypótló, alapvető fontosságú az egészségügyben. Nagyon nagy szükség van ezekre a képzésekre, mert az ápolás, hivatás, ugyanúgy, mint az orvoslás, a gyógyítás elválaszthatatlan része, és ez feltételezi a folyamatos fejlődést, folyamatos képzést. Minden osztályunkon gyakorlatilag cukorbetegekkel, és valószínűleg ez a betegség a jövőben sem nagyon fog tudni csökkenni, hiszen összefügg a szívérendszeri keringési betegségek halmazával. Ezért bármilyen osztályon is fekszik egy beteg, lehet legyen az elsősorban persze belgyógyászati jellegű, de akár a krónikus osztályokon, rehabilitációs osztályainkon, vagy akár a sebészeti, manuális szakmák területén mindenhol találkozunk cukorbetegekkel, és az ezen betegeknek az előkészítése, a menedzselése, a kezelése, az nagyon fontos. A főigazgató azt is elmondta, hogy a kórház értékét meghatározza az a tudás, amivel az ott dolgozók bírnak, ezért is fontos a folyamatos képzés. A település polgármestere Pintér Szilárd sok kitartást kívánt mindazoknak, akik munka mellett is vállalták, hogy gyarapítják tudásukat a megfelelő, gondoskodó ellátás érdekében.